2014. január 1-je óta érvényes a jelenlegi temetési díjszabás városunkban. A szerdai képviselőtestületi ülésen a városatyák jóváhagyták a Parkgondozó Kft. Által beterjesztett díjszabási anyagot, így 3 év után emelkednek újra a temetési költségek. A temetkezés az egy vállalkozási tevékenység a cégünknek, és itt nyilván a költségekre fedezetet kell nyújtani a bevételeknek is, és az élő munka ára az jelentősen nőtt. Hiszen január 1-től emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum nagysága is. Többek közt ezzel is indokolják az áremelkedést. Ez komoly bérköltségemelkedéssel járt, és ezeknek a fedezetét valahol meg kellett teremteni. Tudjuk, hogy ez egy nagyon kényes, és hát ugye a kegyeleti területen magában is nagyon kényes területe az életnek, ezért igyekeztünk ezt olyan mértékben tenni, ami még elfogadható, olyan 10% körüli mértékben emeltünk. Jelentősebb mértékű változásra a díjszabásban a munkaidőn túleső, illetve a hétvégére és ünnepnapra tervezett temetések árában kell számítani, hiszen ilyenkor a dolgozók túlóra díja 150%, ünnepnapokon vagy hétvégeken pedig 200%-os. Így nagyjából a 10% körüli díjemelkedés történik átlagosan, és csak és kizárólag olyan szolgáltatási területen, ami élő munka igényes. Egyéb területeken, mint például sírhelyek és olyan dolgok, amik nem élő munkával függnek össze, ott nem változtatunk a díjainkon. Az új megemelt díjszabás várhatóan április 1-től fog életbe lépni városunkban.